reggelt kívánok! Október 3-án mindenkinek csalátokból. Megint megkezdünk egy napot. Enyhe idő van, 15 fok. Bár nem is felhős. Valószínűleg, hogy nincs felhő az égen, és mégis 15 fok van. Valami meleg hullám lehet. Na mindegy, hát... Gondoljuk tovább. Na kérem szépen, úgy döntöttek, hogy még egy forrásénél alulról a katlamból kiszedünk. Aztán majd meglátjuk, megyünk oda föl tovább arra. De még egy forrásénél kiszedünk. Állítólag azt mondják, hogy itt ez alatt azért ilyen vizes ez a talaj, mert ez alatt ugyanolyan vízzáró réteg van, mint egy ilyen a szemét lerakók alatt. Tehát valami miatt ezt előkészítették szemét lerakásra, azt a területet, és utána betöltötték. Mert ez töltött föld, amit valamit mi szedünk, ez nyilvánvaló, hogy ez töltött föld, ez nem természetes anyag itt, de hogy állítólag itt ugyanolyan vízzáró medence van előkészítve, mint ami ott a háttérben az a ahol a gép dolgozik, a gép mögött, az is egy ugye szemétlerakásra előkészített, már vízzáró szőnyeggel leterített medence, hogy állítólag ez is olyan itt az alja, és hogy azért áll meg itt a víz, és azért annyira vízes ez, mert nem tud lefelé szivárodni nyilván a vízzáró szőnyeg mellett, és attól fél a művezető, mondja nekem mindig, hogy ne menjek mélyebbre, hogy ne érjük el azt a szőnyeget, ami ott van, hogy aztán, hogy mit terveznek vele, letakarítják, vagy később mi lesz, vagy nem tudom, de állítólag az van, hogy itt alul egy ilyen vízzáró paplan, és valamiért ezt betöltötték. Lehet, hogy egy másik katlamból idehozták, a másik medencéből idehozták a földet, lehet, hogy onnét a másikból, ami ott előttünk van, nem tudom, fogalmam sincs. Is érdekel, de hát állítólag ez van. És azért ilyen vizes ez itt. Hát jóval magasabban vagyunk, mint az attól az lenti rész. Jóval magasabban vagyunk. És hát tiszta víz az egész. Bocsánat, itt a kerétnyomban megáll a víz. Itt a kerétnyomban megáll a víz. Azt mondja, 954 ki kell kapcsolni a fűtést. Mert már kellemes idő van, ott eléggé borul arrafelé, már mögötte tiszta, mert eléggé borul az ég arrafelé, nem tudom, hogy lesz-e belőle első. Meglátjuk. A másik gép az agyagot bányászik annyit előről, ami közvetlenül megy rá arra a szőnyegre, ami ott van. Utána megy rá az, amit én rakok itt. Igen. Hát majd lesz valami. Most oda nyomtak mellé a szerencsétlen gyerek mellé, még az ugye három bel hozza én tőlem, de most azt a belt, meg ott mászik fel a dombon, azt is oda tették alá, úgyhogy most a két autó van én alattam, és öt autó ő alatta, sürgősebb az, mert nagyon érdekes egyébként, hogy utána néztem, ebben a szövetben, ami van az a szemcsés anyag, az van, hogy bentonit, az a neve, hogy bentonit, az van a két szövet között, ilyen szemcsés anyag. Ha víz éri, akkor ilyen rágógumiszerű, ilyen gumis masszává áll össze. Oké. Okay. De, ha nem terítik le, mindig annyit terítenek le a tetejére, hogy mondjuk egy méter elmaradjon a következő másnapi munkára, hogy csatlakozni tudják hozzá a szőnyeget. Tehát beterítik minden nap azt, amit leraknak, ezt a szőnyeget,
a tetejére, beterítik annyira, hogy az egész területet, de egy métert elhagynak, hogy ugye másnap tudják folytatni. De ezt a métert letakarják fúliával, hogy ne ázzon meg. Letakarják fúliával, hogy ne ázzon meg. Tehát az esővíz akkor árt neki, de ha a talajon keresztül szivárok be, akkor nem árt, nem értem. Vagy nem az a cél, hogy gumiszerű anyag legyen belőle? Hogy vízzáró legyen? Hogy légzáró legyen? Nem értem, hogy miért baj, hogyha megázik. Igazából. Na mindegy, hát ez biztos, hogy a építészek jobban tudják ezt, meg aki hozzáértő, nem értem. Meg hát ez az anyag, hogyha nem kap vizet, akkor ott a gáz is kiszellőzik a földön keresztül, ha valami miatt mondjuk nem kap vizet. Nem tudom, na mindegy, hát, de azt tudom, hogy mindig letakarják a szélén a megmarad estére, azt a méteres sávot letakarják fóliával, hogy ne ázzon meg. Közben, hogyha víz éri, akkor lesz belőle a végleges állapot, ez a gumiszerű cucc. Rá lehet keresni, Eurobent, lengyel gyártmány, lengyelek csinálják, rá lehet keresni a Google-n, ott van, hogy valami bentonit anyag, mert ott a képek között rengeteg helyen mutatják, ahogy terítik ki, ahogy forratják ki. Mindegy. Ilyen technológia biztos, hogy ki van találva. Megint eljátszott a nagyfőnököt, mondja nekem, hogy ezt a területet avval a szinttel, ami ott van, avval a szinttel el kell vinni addig a rézsi aljáig, ami ott van. Ez az egész területet ki kell szedni arra a szintre. Oké, fogtam, bementem oda, mondom, ott viszonylag száraz mellette, oda döbben oda tudok állni, és mondom, hogy itt jövök kifelé. Bocsánat, közben kaptam egy telefonhívást az adózódi barátoktól, szakmai tanácsot kért. Azt mondja, hogy Hyundai-jal dolgozik, és nem találja a láncfeszítőjét, le van dugózva a láncfeszítő. Kivette valaki a zsírzó gombot a láncfeszítőből, és le van dugózva. Nem tudja megfeszíteni a Hyundai-nak a láncot. Hát, van ilyen. Na mindegy, szóval azt akarom mondani, hogy gondoltam, hogy bemegyek oda, odaállítom magam mellé a dömpert, és szedem kifelé. Ide jön a gyökér, paraszti vadék, és azt mondja, nem, azt mondja, innét középről kezdjem, kifelé, és majd utána menjek oda belőle. Hát normális? Ezért mondom azt, hogy ennek soha semmi nem jó. Ennek mindegy, hova állok, mindegy, mit csinálok, semmi nem jó. Most ezért van teletököm például itt.
és mindig valami kifogást talál, miért így állott neki, miért úgy állott neki, miért így tartom a kanalat. Úgyhogy eléggé elegem van belőle. Hát de nem mindegy neki a marha répának, hogy most onnél jövök kifelé, vagy utána szedem a belső részt, nem mindegy. Szóval ezért mondom, hogy de hát el kellett játszani a főnököt, meg hát meg kellett mutatni, hogy én nem jól csinálom megint. Hát igen. Szóval vannak ilyenek egyébként. Vannak ilyenek. Na mindegy. Hát erről beszéltem az ilyen dolgokról. Miatt azt mondom, hogy ez egy elég szar hely, mert amúgy nem lenne rossz meló ez, de hát ilyennel együtt dolgozni? Paraszti vadétra. Hogy ebben szar útba össze-vissza billegnek a fülkébe, mert ugye ennek a fülké aztán nyeklik-nyaklik minden irányba. Nyilván, ahogy ugye függetlenül van teljesen a hátsó résztől, ez aztán billeg előre, hátra, oldalra, minden irányba ez a fülke, ha egy szarabb úton mennek. Na mindegy. Azért mondom, hogy nagyon-nagyon ritkán fogok ilyen köcsögművezetőt. Lát, most kifogtam.